Jó napot, sziasztok és kellemes időtöltést mindenkinek. Üdvözlünk benneteket a Concertóval együtt, ő segít nekem itt a videózásban. Igen, ügyesen mutatja például az Opel jelet, mint ami itt rögtön előttünk van. Ez egy D-Corzának a kormánya, méghozzá egy 2008-as darabé, ami egy egész magas gyári felszereltségű, Enjoy felszereltségű, és egy jó kis 1.4-es benzinmotor van benne. Mint látjátok, ez egy 9-szer lóerős Twinport motor, ami kettjek benne, majd meg is nézegetjük innen a motortér felől is a kis szerkezetünket, a végén tartsatok velünk, akkor, és akkor nézegessük meg, hogy mit tud az autó. Nézzük először is, hogy van két kulcsunk az autóhoz, és hogy jár a motor, de hát ha azt gondoljátok, hogy betoltuk, de nem, rögtön gyújtásra is teszem újra, elforgatom a kulcsot, éppen egy kis fordulat után már jár is benne a motor. Ugye be van húzva a kézifékem, de itt elgurulunk sajnos, ráadásul a terrautónak, be kell húznunk, nem vagyok bekötve, és tankolnunk kellene. Az összes többi kontroll lámpa ugye elaludt, tehát volt ugye ABS lámpa, itt olajnyomás, töltésjelző, motor, csak minden rendben van a szerkezetünkkel. Olyannyira, hogy a zenénk is igen rendben van, mert igen kellemesen szól, tehát innen kormányról tolom neki a hangerőt. Nagyon kellemesen ilyen jó kis mély hangon duruzsol benne zene, amit innen középről is tudjuk ugye tekergetni. Van egy centrálzárunk, amivel be lehet magunkat erősen zárni, és van benne klíma is, hogyha bekapcsoljuk, kigyullad a lámpa, és így pedig a fűtésre levenném, akkor akár még hűtteni is, de ne hűtsünk, mert nagyon hideg van, 13 fok van már kint, úgyhogy maradjunk a fűtésnél. Ötös a váltója, mint ahogy látjátok, egy manuális ötös váltó, AUX csatlakozóval látták el a járgányt, hogy össze tudjuk dugni a saját zenénkkel. A kormányoszlop állítható innen lentről, és az ülésmagasság is állítható ezzel a karra. Két darab elektromos ablak és elektromos tükör szolgálja először is a levegőt, másodszorban pedig a hátra tekintést, mint látjátok, Concertót megkértük, hogy szépen állítgassa nekem a tükröket, amik ugye működnek is, köszönjük szépen neki a közreműködést. A járgányunknak az ülését is nézzük meg, nincs kiülve, nincs kiszakítva, nincs kicigizve, és itt a oldallégzsákja a járműnek, tehát van elől és oldallégzsák biztosan benne. Aztán nézd, tekintsük itt meg ezt a hátsó részt is, kényelmes láptér, fejtámlák benne, és ugye itt Isofixet látunk, tehát a gyerekülés beköthető az autóba. A hátsó ablakokat ezt kézzel tudjuk tekergetni ugye leföl, amíg gyári zöld színűre vannak szépen festve, és így a napfénytől megvédenek minket, tehát nem égünk szénné benne. A gumik állapota az mondhatnám szerintem egy ilyen jó 70%-os nyári gumi rajta, alufelniken vannak, Opel alufelniken, amik ugye egész jól mutatnak neki. Aztán jól fog mutatni a téli gumi is, ha lenne hozzá. Ám de van. Ezt köszönjük Ferinek és Peti kollégámnak, akik ide görgették, majd pedig szépen behelyezik ide a hátsó ülés mögé ezt a komplett téli szettet, láthatólag jó állapotú, én azt gondolom, és a felniken gyári dísztárcsákat is találunk egész szép állapotban. Na és akkor kicsit nézzünk bele a hátuljába, itt lesznek valószínűleg a gumik majd benne, de még mindig van benne jó dolog, mert hogy egy gyári Corsa feliratú gumiszőnyeg szett van az autóhoz, fejtámlák, azt mutattam nektek, ugye dönthetőek az ülések, és a kalaptartó pedig benne van a helyén. Nézzük meg jobb oldalról is a masinánkat. Minden lámpatest, üvegezés elől, kötfényszórók hibátlan állapotban vannak. Hallgassuk meg azt a jó kis Twinport motort, itt ketyerészik a motortérben, 9 lovat teljesít nekünk, ezzel tudunk gazdálkodni, illetve egy új akkumulátor van benne, most tették vele nem régen, szép zölden világzik itt benne az a varázs szem, ami a állapotát ugye jelzi, hogy ő teljesen rendben van, lehet használni majd télen. Most már csak el kéne búcsúznom tőletek, gyertek be hozzánk az M3 autóparkba, ahol majd egy jó kis D-Corsa fog benneteket várni, téli-nyári gumiszettel, illetve ezzel az 1.4-es benzinmotorral. Köszönöm az érdeklődéseteket, kérnék egy ilyen jelet az videó végére, ezt nagyon köszönöm nektek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, keressetek nálunk autókat, a viszontlátásra!